Sziasztok, sziasztok, remek Gábor, és nem egy diszkóba kerültünk, hanem én mindig a kiáltásom vagyunk, ahol a Sony bemutatott egy új hangszórót, méghozzá egy Bluetooth hangszórót, úgy hívják, hogy GTK XB7-es. Három színben ez kapható, piros, sötétkék vagy fekete, és persze sok kis LED, de ahogy látjátok, nagyon érdekessé teszik itt ezt a hangszórót, amit persze közelről is megnézünk, méghozzá így néz ki. Körbe LED síkok mennek körbe, befelé is tud világítani, és itt sima fehér Xeon lichter lámpával majd fog itt nekünk világítani. Persze van egy csomó gomb is rajta, amit mindjárt meg is nézünk, hogy mit csinál. Van funkciós gombunk, van extra basszus gombunk, van egy kis bekapcs gombunk, és van persze egy pár LED a hátulján, hogy be tudjuk meglássuk azt, hogy Bluetooth-ra van csatlakozva, AUX-on, vagy csak simán be van kapcsolva, és a hangolót is persze simán lehet szabályozni. Mind a két oldalon meg lehet fogni, itt is fel lehet emelni, meg a másik oldalt is fel lehet emelni, és ahogy látjátok, persze állítva is lehet használni, meg fektetés lehet használni, úgyhogy bárhova odafér nektek otthon, és a legjobb az egészben, hogy csak tényleg 200-300 euró között bekerül, úgyhogy egy 100 000 forint alatt lehet egyet venni, és egy csomót összesen csatlakoztatni, és DJ szoftveres programmal, amit úgy hívnak, hogy Songpel, akár a LED fény, mi is tudjuk persze önmagunknak variálni úgy, ahogy szeretnénk. Közben nézzétek, a nevem Gábor Lázs, ez volt itt a Sonynak a GTK XB7-es hangszóró, amit 100%-on le fogok tesztelni, és a szobámba fogom rakni, mert egyszerűen egy fasz a kis DJ játék. Legközelebb én nem fogok feliratkozni, és a nevem Gábor Lázs, még egyszer, sziasztok!